estét kívánok, kedves nézőink! A mai háttérben egy hétvégi rendezvényt ajánlunk figyelmükbe. Nagykörösön aranynapokat rendeznek. Ez nem újdonság természetesen, viszont számos újdonság lesz majd a két nap alatt. Erről is fogunk beszélgetni itt a stúdióban László Dittával, az Arany János Művelődési Központ igazgatójával. Szia Ditta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nagyon régen voltam Márcegéden, és nagyon örülök, hogy beszéltél egy kicsit az aranynapokról nektek. Hát azt említettem, hogy az aranynapok az nem újdonság, hogy lesz, de azért számos pontban és számos szempontból újdonságot is tartogat majd ez a kétnapos program. Hát nem újdonság, hogy Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, és az átlengít gyakorlatilag az egész évet Nagykörösön, és ez most azért ide összpontosul majd a hétvégi programokra. Hogy fog kinézni? Ez az arany év, ez nálunk március 2-án elkezdődött az Arany János Baladamondó versennyel. Akkor már készültünk arra, hogy ez egy nagyon klassz aranynapok lesznek szeptemberben. De természetesen, hogyha őszinte akarok lenni magamhoz, már egy évvel ezelőtt elkezdtünk készülni, hiszen dr. Cia Szabos polgármester úr a tavaly aranynapokon jelentette be, hogy Arany János emlékév lesz Nagykörösön is, országszerte, és Nagykörös is csatlakozott a programhoz. Ez az arany év, ez számunkra különleges volt, hiszen 200 éve, hogy Arany János megszületett idén, és nagyon sok programmal készültünk, és ennek én azt mondtam a kollégáimnak is, és polgármester úrnak is, hogy ezzel rendezvényel esetleg be is zárhatjuk nálunk az aranyévet, és a szabadtéri rendezvényeket és a programokat ezzel zárjuk be. A maga az aranyév egyébként Nagykörösön október 22-ével fog zárulni Arany János halálának az évfordulóján. Fölteszitek tehát az íra a pontot. Fel, egy kis keretet tettünk, igen, és igazad van, és különleges ez a rendezvény. Szombaton néztem a programokat, és szombat tulajdonképpen gyakorlatilag teljesen csak Arany János emlékéről fog szólni. Mivel kezdetek majd? Igen, igyekeztünk, mivel hogy a minisztériumtól kaptunk egy jelentős támogatást a rendezvény az aranyévre, ezért azt gondoltuk, hogy tisztelegjünk Arany János előtt. Olyan mértékben, hogy azt vettem észre, amióta az Arany János kiállítást is megrendeztük az évelején, hogy a középiskolás korosztálytól nagyon-nagyon távol esik arany. És összedugtuk a fejünket a kollégákkal, hogy hogyan lehetne közelebb hozni, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogy ennek az ifjúsági korosztálynak, vagy a fiatalabb korosztálynak az ő hangjukon bemutatnánk Arany legfontosabb műveit, és azon túl, hogy szombaton megcsináljuk a szokásos felvonulásunkat, bejárjuk azokat a helyeket, ahol Arany János élt és alkotott Nagykörösön, már megmutatjuk azt, hogy milyen volt az 1851-es év, amikor Arany János megérkezett Nagykörösre. Van nekünk egy ifjúsági muzikál színpadunk, és az ő segítségükkel megmutatjuk, hogy milyen volt, ahogy Arany megérkezett. Akkor már a szolnoki vasútvonal ugye már működött, eljött Szolnokig, és Szolnoktól Nagykörösig pedig egy lőcsös kocsival hozták be a nagykörösi potentátok, bemutatták a városnak, az egész családját felpakolta, és nagy szalontára megérkezett hozzánk. Ugye félve érkezett, mert nem tudta, hogy mi vár rá itt, és mi ezt megmutatjuk, hogy oldódott fel szépen lassan az egy nap alatt, hogy körbevezették az új otthonába, meg az új helyén, az új lakóhelyén. Ezt mutatjuk be a fiataloknak, fiatalok részvételével. És ha jól látom, akkor ünnepélyes átadója is lesz a Hősök terének, ami megújult. Igen. Ezt is oda koncentráltátok. Oda koncentráltuk, igen. Polgármester mindig szereti, hogyha nagyon szépen megújul a város, gondolom, mert sokan látják, akik Kecskemét felé mennek Szegédről. A belváros is most már kifelé, és szépen lassan újítgatja a városvezetés, a városközpontot és a kisebb utcákat is. És mivel egy nagy rendezvényhez akartuk kötni, a Hősök terét a felvonulás idején fogjuk átadni, ezt 400 milliós költségvetésből a város önmaga gazdálkodta ki, ez nem támogatásból van, azért nagyon büszke rá a város. Az egész Hősök tere és a vele szembe lévő 56-os emlékmű is megújult, és azért kötjük be az aranynapokba, hiszen az Arany János gimnázium előtt fogjuk átadni a teret. Ez a Hősök terén állt egykor arany legelső lakhelye, ami most már csak egy pad jelez, de próbáltuk úgy kialakítani a helyszínt, hogy már előre szaladva, jövő júniusában pedig átadunk ott egy arany emlékszobrot. Az ünnepélyes átadó és az emlékprogramok, az emlékműsorok mellett azért a szórakozás is lesz. Van itt két nagy név, az egyik a Quimby, ami szombaton este lesz, a másik pedig az Edd, amiért esett rájuk a választásotok. Az régebben, amikor itt dolgoztam, emlékeztek rá, hogy mindig elmondtam, hogy ez egy szubjektív történet, a szakma. Az ember mindig szereti a saját kedvenceit elhívni. Most már a családom és a rokonság idősebb korosztályon kielégítettük az igényeit, és minden olyan zenekart el tudtunk hívni, amelyet a családunk szeretett és a rokonság, és most azt gondoltuk, hogy a baráti körnek is kedvezzünk, és a saját korosztályomnak is mi lehetne más, mint a legendás Quimby zenekar. Nagyon nehéz volt megszerezni, kemény anyagi áldozatot igényelt, és kemény szervező munka.
munkát, és azt gondoltam, hogy ez a zenekar az, ami méltó arra, hogy esetleg arany szellemiségét is őrizzem, hiszen a zenekar egyik tagja, Arany János fog majd szavalni a koncert kezdetén, és ők voltak ezek, akik azt gondolom, hogy erre kaphatóak is, és egy keretet fognak adni a rendezvénynek. Mikor kezdődnek egyébként a programok? Erről még nem beszéltünk szombaton. Bocsánat, meg szombaton délelőtt, 10 órakor indulunk az Arany János egyik lakhelye elől, Arany János utca 27, és körülbelül egy olyan másfél órás túra, egy másfél-két kilométer körülbelül, megállunk, 4-5 helyen megállunk, zenélünk, Rácz Péter helytörténész kollégámmal be is fogunk számolni arra, hogy éppen hol vagyunk, éppen mit láthatunk, és a kis vonatra, amely követ bennünket, bárki felszállhat, egész nap ingyenesen fog közlekedni, és bejárja az Arany utat. Vasárnap pedig szintén ezt utat fogjuk bejárni, már egy kis ceglédi kötődése, hiszen Bezzeg István, akit sokan ismernek Cegléden, ő is a fogadta fogja bejárni az aranyutat, és maga a aranyos programok úgymond folytatódnak. A Toldit, a Fülemét és a Pázmán lovagot láthatjuk feldolgozva a színpadon. Beszéljünk egy picit az Arany emlékévről, említetted már, hogy az évelején megnyílt a kiállítás, ami egy évig látogatható, igen. És hogy számos programotok volt egyébként, hogyan telt az elmúlt bő 10 hónap? Nagyon sűrű volt, nehéz volt összehangolni a budapesti eseményekkel, hiszen a minisztérium döntés alapján Nagykőrösi Arany János Múzeum és a Petőfi Arany Múzeumnak szoros együtt kellett működnie. Maga a Petőfi Arany Múzeum egy körülbelül 70 főt működtető múzeum, és van a Arany János Múzeum, ahol 4 kollégámmal dolgozunk a rendezvények és a kiállítások megszervezésén. Nehéz, kemény hónapok állnak mögöttünk, de azt gondolom, hogy sikeres volt, hiszen letettünk egy Arany János Baldamondó versenyt, 4 aranykötetet jelentettünk meg, felállítottuk az Arany János kiállításunkat, aranyutat újra bejáratóvá tettük, az összes aranyemlékhelyet felújítottuk ebből a minisztériumi pénzből, és a végén pedig majd most mondom, sokan hallottak róla, hogy a színháztermünk is megújult, ezért a Velszi Bárdokot ünnepélyesen ott fogjuk bemutatni majd az új színházteremben, szintén ebből a támogatásból. Fantasztikus a kiállításotok, egyébként mi is voltunk ott forgatni, az mennyire népszerű, hányan érkeznek? Nagyon népszerű, mert bekerültünk egy olyan programba, hogy ingyenesen lehet látogatni a diákoknak, és idáig 50%-os vasúti kedvezménnyel lehetett, most augusztus 1-ével esetleg itt a lehetőség, hogy elmondjam, most már ingyenesen lehet vasúton is a diákoknak megközelíteni a kiállítást. Népszerű, egyrészt mert benne vagyunk ebbe a programba, amelyet a minisztérium koordinál, hogy az Arany János emlékhelyeket meg lehet látogatni. Most ez nagy segítség, azt gondolom, hogy ingyenesen vasúton is meg lehet közelíteni a kiállítást, és azt látom, hogy a nyugdíjas csoportokon kívül most már nagyon sok diákcsoport is érkezik, most már határon túlról is, legutóbb Kolozsvárról és Székelyudvarhelyről voltak vendégeink. Népszerű, nem nagyon tudják Arany Jánost a gyerekek hova tenni, főleg a nagykörösi éveit, és úgy látom, amikor elindulnak tőlünk, most már sokkal, sokkal világosabbak ezek az évek, meg arany művészete és aranyirodalma is sokkal közelebb kerül a diákokhoz. Népszerű tehát a kiállítás, és remélhetőleg népszerű lesz majd a hétvégi programotok is, egyébként a programokat részletesen hol lehet megtalálni. A körösikultúra.hu, illetve az aranynapok.hu oldalunkon részletesen olvasható minden, és bármilyen kérdés szívesen válaszolunk, de ami a legfontosabb, hogy minden programunk ingyenes, mert sokszor felvetődik, hogy ilyen gazdag kínálat, és hogy ingyenes, és ingyenes, minden program, minden játék és minden produkció ingyenes a rendezvényen. Ott leszünk mi is a kamaránkkal, és megmutatjuk majd, hogy olyan zajlott. Várunk benneteket szeretettel. Megyünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap is lesz háttér, akkor majd Velkei G. Mátyás kollégám számít figyelmükre, viszontlátásra.